Rossz idők járnak mostanában a fesztivál szervezőkre és a fesztivál látogatókra, akik szívesen mennének nyáron is fesztiválokra, melyek közül idén is már lehet tudni, hogy kettőt egészen biztosan lemondtak. Hogy mi lesz a továbbiakban, a nyáron erről beszélgetünk Márta István rendezővel, a Fesztivál Szövetség elnökével, Skype kapcsolaton keresztül. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt! Jó reggelt kívánok! Hát mit lehet tudni, mire számítsunk? Hát nagyon nagy kérdés, mert ugye jelen pillanatban tervezhetetlenek a fesztiválok, tehát ez attól függ, hogy a pandémia mifele megy és hogy megy, és miként tudjuk kiküszöbölni ezt a borzasztó állapotot, és milyen időintervallumokkal. Tehát többféle terv is van, mi nagyon szeretnénk egyfajta több fokozatú nyitást. De hát ugye minden azon múlik, hogy a Nemzeti Népegészségügyi Központ az ő adatrendszerében, az információival, hogy dönt, miként dönt, és mennyire fog lazítani, és mennyire lazíthat ezen az állapoton. Ugye az idő az egy fontos tényező, mert hogy nyilván egy nagyobb fesztivál megszervezésen sokkal több idő, és ugye említetted, hogy a Voltot meg a Soundot már idénre le is mondták, viszont a szakértők azt mondják, hogy talán pont a kisebb fesztiválok most előnyt élvezhetnek, a kisebb kulturális, zenei vagy színházi fesztiválok. Ez jogos, hogy ők jobban bizakodhatnak abban, hogy lesz még ebből fesztivál szezon idén? Elképzelhető, tehát miután nagyon színes a magyar fesztivál élet, a népművészeti fesztiváloktól, a komoly zenei fesztiválokon át, akár a hagyományőrző fesztiválokig, való igaz, hogy talán a kisebb fesztiválok épp a fokozatosságnak megfelelően és az előírásoknak megfelelően lehet, hogy életbe tudnak maradni, és lehet, hogy meg lehet tartani őket. Ilyenkor van B-terve egyébként, tehát a művészekkel mondjuk előkészletben vannak, előszerződésben, és ők ugrásra készen várnak, hiszen ők sem nagyon tudnak más dolguk nincsen, ugye, de hogy ezek a B-tervek működnek ilyenkor? Igen, nem csak, hogy B-tervek vannak, és nem csak az előadó művészek, hanem a technikai lebonyolító személyzet, az infrastruktúra kiszolgáló személyzet. Tehát egy fesztivál a nagyságától függően, tehát akár 100 fős, akár több százezres közönséggel rendelkezik, vagy előadóval, fölkészül arra, hogy amelyben nem lehet megtartani, akkor természetesen a jövő év, de vannak olyan változatok is, ahogy tavaly is megtörtént, amit nem kívántunk magunknak, de rákényszerített a sors, hogy akár augusztusra, szeptemberre, tehát amikor már lehet oldani, és amikor már az oltottság olyan fokon van, vagy a Népegészségügyi Központ azt mondja, hogy lehet, akkor átszervezett kisebb fesztiválokat, kevesebb előadóval, kevesebb helyszínnel talán meg lehet csinálni. Tehát nagyon rugalmasak a fesztivál szervezők. Sajnos vannak olyan nagy fesztiválok, amelyeknek ki kellett mondani, hogy elérkezett az a vörös pont időben, mert se a jegyértékesítés, se a jegyelővétel nem fog már működni, akár júniusra, akár júliusra. Az oltási igazolványokkal kapcsolatban mi az álláspontja a fesztivál szervezőknek? Mert hogy ugye itt van egy nagy ellentmondás, hogy valószínűleg úgy tűnik, hogy akinek lesz ilyen oltási igazolványa, az szabadabban jöhet-mehet, viszont ez pont az a generáció egyelőre, aki hát nem a törzs közönségét adja finoman szó. Szóval fesztiváloknak egyrészt, másrészt ugye a 18 alattiaknak nem is lesz ilyen oltási igazolványa, mert hogy ők nem is kapnak oltást, és hát mondjuk a zenei fesztiváloknál ez egy jelentős megkötés lenne, szóval itt vannak pró és kontra érvek. Igen, ez így van, és az sem mindegy, hogy milyen paraméterekbe gondolkodunk, tehát ültetett fesztivál, vagy nem ültetett, mennyire lehet korlátozni a közönség számát, illetve a technikai résztvevők számát, távolságtartás, széktávolság, légköbméter, most nem mutatnám a nézőket ezekkel a kifejezésekkel, de mindenféleképpen ennek egy fontos állomása annak az a döntés, hogy az oltási igazolvány kell majd a fesztivál látogatónak, vagy akár a közreműködőnek, vagy nem kell. Jelen pillanatban azt nagyon jól látjátok, hogy a 18 éven aluliak a jelen pillanatban lévő hatályos törvények szerint nem fognak tudni menni a fesztiválokra. És hát tovább fokoznám, hogy a családok, tehát két felnőtt, akinek már megvan az igazolványa, és két gyerek, vagy 18 éven aluli, például ezzel mit csinálunk. A szakmai szervezetek próbálják, és kisebb-nagyobb eredménnyel próbáljuk a döntéshozóknak ötleteket adni. Hát meglátjuk, hogy hogy alakul Mik az egész. Mik ezek az ötletek?
Hát például ez a fokozatosság, tehát hogy milyen számok mellett miként lehetne nyitni, amennyiben a stop feloldódik. De ezt a nehézséget hogy lehet áthidalni, hogy mondjuk van egy család, szeretnének elmenni, mondjuk Tamás, egy fesztiválra. 18-alatti gyerekkel. Igen, és akkor nekik mi a javaslat, hogy lehet ezt megoldani? Ez is, mondom, hogy többfajta javaslatunk van, ami függ a helytől, szabadtér, zártér, és nagyon sok olyan variációnk van, amelyben megpróbáljuk azt elérni, hogy miután első azért az egészség, tehát ezt hangsúlyozom, hogy az egészség biztonság ez a legfontosabb dolog, tehát valamilyen módon milyen oltási teszt kell, például, hogy ez milyen fokú legyen az oltási teszt. Mi felállítunk egy COVID kézikönyvet, már mint a fesztiválok. Nagyon fontos a szakmai szervezetek összefogása, a döntéshozókkal és a koordinálása. Tehát nagyon sok kérdőjel van jelen pillanatban még, amiben, ahogy az időben megyünk előre, annál inkább rákényszerülünk mi is, és hát természetesen a döntéshozók is, hogy valamilyen konszenzus alapján létrejöjjön az, hogy ne halljanak meg a fesztiválok. Jelen pillanatban mi úgy számoljuk, hogy amennyiben nincs oldás, vagy nincs lehetőség az oldásra, akkor kb. 60%-a legalábbis a könnyűzenei fesztiváloknak tönkre fog menni. Hát bízunk benne, hogy nem így lesz, és a szaporodó oltások számának köszönhetően talán a tavasz végig annyira oldódik a helyzet, hogy nyáron már tudunk menni bulizni. Igen. Nagyon szépen köszönjük Márta Istvánnak, hogy velünk volt. Köszönjük szépen. Köszönjük, és itt van velünk Lampi Ági is a legfrissebb online hírekkel. Szia!